Akkor nyomjuk le, mert itt már csak a izé van, nem? Az jaj, énekes. Most van ez, hogy állandóan belénk jön ez a bunkó. Coming through. És akkor most jönnek a fangirljei. Ja, ja. És itt van az, hogy mind a három, mert hárman lesznek, mind a hárman azt fogja hinni, hogy mi vagyunk a frontembereinek az együttesnek, úgy nézünk ki, mint ez a Sephor. Hogy akkor miért nem tették be az ő képét a minimális módosítása, ja. Igen, vagy a Sephor kép az a mi normális képünk, és a Sephor az egy gonoszabb mi, úgyhogy az mi csak egy körszakállal, mondjuk, szóval. Ja. Na mindegy. Megküzdünk vele, és ugye neki is mondjuk, hogy föl tudunk tenni egy kritikát, ami egy ritka, limitált kártya. És gondolja magában, hogy hát ezek nem az én kártyáim, hanem a testvéremém, meg minden, de azért végül belemegy. És hát ebből és lesz majd egy végén egy vicces jelenet. Föltesz skill kártyákat. Jó meg fogja bánni. Majd ott majd lassítsunk és mondjuk, hogy mik a lehetőségek, de az jó. Jobb lett volna, ha ő kezd. Ez az első körrel kb. Semmit nem fogunk tudni kezdeni. Így. Elég sok lapot dobott el. Következő körben szerintem már támadni is fog. Na, kap valami jó kis támadást. Superhead. Bőzsöd, ki is üti a tigerünket. Hát van egy blokkunk. Vagy azt már eldobtad. Azzal csak azt tudtuk volna elérni, hogy a gólem veszi be a támadást, de eldobtam. De egy revenge killeljük majd mindjárt. Ha nem védi le. Hát vagy kitőj meg először a gelt, vagy a gelt szerintem. Baby, don't hurt me. Úgy nem is védte le. Fasza. Na, nekünk van két teljesen épszörnyünk, neki meg van egy teljesen épszörnyű, meg egy sérült. Eddig mi veszhetünk, hogyha úgy veszed? Hát valahogy úgy. In your face. Ez azt csinálja, hogy a következő körben csak az illát lehet támadni. Ez akkor szopás, hogyha van neki az bounce-ja. Szerintem lesz is. De nem minden tud levédeni. Intelligens támadás nem? Ráadásul ettől a következő körben nem fog tudni támadni. Az jó. Ott is a státusz rajta. Azt mondja, stop it. Itt tényleg mindenki kártyázik ebbe a kurva világba? Még igen. A fangörlök is. Mindenki. Majd lesz egy olyan meccs, hogy a takarító néni is kártyázik. Nice. Ki kellett volna nyílnünk azt a rohadt harét. Szörnyünk van. Következő körben nem fogunk tudni támadni. Basszus. Jó, játszik. Ja, nagyon. Help-el levenni egy HP-t mondjuk. Meg átunk az van. Kinek? Hát akkor már szívlának, jó. Többit az dobhatjuk is. Ja, jöjjön ki valami hasznos gólemlap, mert nem lesz jó vége. Jó, ilyen kis szar mehet. Még ilyet. Meglepően kemény kihívás ez a csaj. Ja, és nem dobott le lapot ráadásul.
meg, de megtartom későbbre ezt a fénytedet. Most a következő körben nem hiszem, hogy fog tudni támadni. De mondjuk esetleg megcsinálom azt, hogy támadok, és utána felhasználom, hogy a következő körben ő ne tudjon támadni. Érted, hogy mire gondolom? Uh-huh. Most el fog dobni sok rakot, lesz egy csomó gátja. Bevállaljuk? Persze. Fuck that. Visszabánszolja. Nem fogja visszabánszolni. Nem hiszem, hogy pont az egy lap maradt meg nála. Kizártnak tartom. Don't ha igen, akkor, akkor vállalom a felelősséget. Ez az! Visszatért a remény. Nyomtok egy bounce-t, egy ilyen fénytedet. Jó. Elfogjanak a gátjai. Hárénak csak nincs a kártyája, ami hetet sem. Nem tudom. Nézzük, mik vannak. Tudtok? Bohit! Na nézzük! Ki tudja védeni? Ki? Még nem kell dobni mindent. Ez intenzív ez a meccs. Meglepően kihívó. Oh. Ki kellett volna ütni azt a rohadt hárét a meccs elején. Nem tudom elképzelni, hogy Gel okozott volna ennyi fejtörést. Legalább védekező lapot kapjunk. Na jó támadást. Jó, kick, a kick az maradhat. Mi a másik, amit van hagyott? A... Nekünk. Clutch. Clutch, jó. Csak ugye most ebben a körben nem tudunk támadni. Persze. És ha most a következő körben minket kiüt, akkor nagy bajba leszünk. Nem fog. Ez hülye! Ez abszolút hülye! Visszavonok mindent, ez totál degenerált. Felfogadom, mit csinál? Igen. Lefejel minket, nem tudom, 4 HP-er és ő meg meghal kettőjön. És ő meg meg fog halni, igen. Elégzik. Ha csak nincs ő a lapja, mivel visszatámaszt. De szerintem nem lesz. Ennyi. Megcsinált helyettünk a munkát. Rock Princess. Ez egyértelműen elbasztad. Nem kamúzok, ez tényleg elbasztad. Miért csinálta? És látod, hogy nem is az ő lapjai. Igen, és akkor látjuk, hogy milyen izé... Hogy ezek para. A lapok nem az enyémek voltak, a nővéremé, meg... És nem is kérdezte meg, hogy használhatja, és hogy... Q sajnálja, meg... Q elkezdi sajnálja, hogy hát lehet, hogy el kéne engednünk, hogy nem szörnykártya, meg minden. Then again, a deal is a deal. Pontosan. Úgyhogy... Vajon mit fogunk választani? És... Nem! Szóval és itt mondtam azt a játék elején, hogy ha jó vagy, akkor negatívumot kapsz, mert hogyha itt elengeded, akkor nem kapod meg ezeket a lapokat és kész. Mondjuk lehet, azt sosem próbáltam ki, hogy lehet, hogyha elengeded az összes testvérét, akkor több lapot fogsz kapni végül a Claire-rel, akinek ezek a kártyái. De lehet, hogy nem. Nem hiszem. Hát csomó zilla, csak zillánk nincsen. Minden, menjünk bajnokságra, bajnokoskodni. Kitaláltad már, hogy melyiket? Vagy a Monolt, vagy a Durant kéne. Szerintem B-kupára elég epikek vagyunk már. Kéne a Durant az melyik? A lovag. Uh-huh. A kardos. Az egy jó. Nagyon jó. Próbáljuk meg? Uh-huh. Egyértem, egy halálom. Megpróbálom. Hát figyelj, egyszer megnyered is kész. Hát, hogy...